Az ezelőtti videóban beszéltem arról, hogy a véletlenek folytatódtak az elmúlt napokban a minden fény találkozóval kapcsolatban, meg egyébként is, és hogy most gondoltam arra, hogy miért lehettek ezek, hogy miért indulhatott be így a változás az életemben, a játékomban. És szerintem azért, mert tehát gondolkodtam azon, hogy mi történt, vagy mit csináltam máshogyan néhány nappal ezelőtt, mi indíthatta be ezt az egészet. És hát egy valami, ami nagyon hát nem találok szavakat rá, az pedig az, hogy amit igazából a Csak ez számít című videómban elmondtam, hogy amikor ezt csináltam, hogy ezt elképzeltem, ezt megpróbáltam átérezni, hogy fény vagyok, szeretet vagyok, és a testet én irányítom. Én a fény, a szeretet. Tehát ez a kettő dolog együtt adta azt, hogy ezt könnyebben át tudtam élni, mint korábban. Könnyebben át tudtam élni azt, hogy nem a Mátyás vagyok, nem az az emberi lélek vagyok, nem az a személyiség vagyok. Tehát még egyszer elmondom, hogy érthetőbb legyen. Az emberi problémáim, és az emberként problémáim, és emberként az, hogy emberként próbáltam fejlődni, tehát amikor 15 éves volt ez a test, akkor vettem egy kis alapú füzetet magamnak, és azt a címet írtam rá csupa nagybetűvel, hogy önképzés. Ugyanis szerettem volna fejleszteni magamat, akkor még azzal az emberi lélekkel azonosítottam magamat. És hát ebben az inkarnációmban én mindig is tökéletes akartam lenni. Tehát nekem mindig ez volt az alap, és hát ebből adódóan, mivel ugye ezt nem sikerült elérni, hát rengeteg önvád, meg ön lebecsülés, meg ilyesmi alakult ki ebben a lélekben. Meg hát ezt mondták is nekem többen, hogy hát ne legyél már ennyire maximalista, meg hogy miért, hogy ne akarját tökéletes lenni, hát ugye nem vagyunk tökéletesek, hát hibáink vannak, mit tudom én, és ezt így nem is, én ezt így furcsáltam, hogy mi van ezekkel, hogy ilyeneket mondanak. Most miért legyek rosszabb, mint a tökéletes? Hát szóval, mint az Isten. Vagy hát, hogy mondjam, tehát miért ne legyek hibátlan? Hát mondjuk, ha megnézek egy gömböt, az hibátlan. Érted? Most miért kéne, ezt nem tudtam soha megérteni, hogy itt ezen a bolygón miért mindenki azt veszi normálisnak, hogy mindenben probléma van, minden hibás, minden, tehát nem tökéletesek a dolgok, és mi sem vagyunk tökéletesek, hogy miért ezt veszik normálisnak. Hát nem az a jó, hogyha valami jó. Vagy hogy mondjam. Na mindegy.
És hát, ja, szóval úgy, én próbáltam mindig őket megérteni, meg szeretni, meg minden, csak úgy rossz volt mindig újra és újra csalódni mindenkiben, meg magamban is. Szóval, hogy itt, tehát a földi életben mindenről kiderült, hogy itt semmi sem tökéletes, semmi sem jó, és na mindegy, mindenről és mindenkiről. Hát a Mátyásról azt tisztában voltam vele, hogy rengeteg hibája van, még most is, tehát bár már nagyon sokat javítottam rajta az elmúlt 8 évben, de hát még így is nagyon sok kijavítandó, meggyógyítandó dolog van ebben a lélekben. És talán egy valaki volt az, akivel találkoztam így ebben az inkarnációmban az elmúlt 33 évben, aki ugyanígy ébren akart lenni, és ennyi. Tehát nem ezzel jött, hogy minden úgy jó, ahogy van, meg mit tudom, én azért vagyunk itt, hogy tapasztaljunk, és akkor hanem tényleg ő is ezt mondta, hogy ő is erre vágyik, mint én. Nem így mondta, hanem abból, amit mondott, abból láttam, hogy tényleg az ébrenlét, és ennyi. És ha esetleg valaki még nem tudná, hogy mi az ébrenlét, mi a megvilágosodás, hát nem szeretem ezt a szót, hogy megvilágosodás, mert ebből úgy tűnik, mintha valamit el kéne érni, meg kéne változni. Ugye pedig, hogyha valaki alszik az ágyában, és felébred, akkor arra nem azt mondjuk, hogy hú, de megváltoztál, hanem azt mondjuk, hogy hát felébredtél, csak eddig ugye aludtál, vagy álmodtál. Érted, hogy mit akarok mondani? Ja, nem érted, az se baj. Szóval egy valaki volt ilyen sok ezerből, ez is valami, meg kell ezt is becsülni. Miért mondtam el ezt a sok mindent? Ja, hogy igen, tehát ez a dolog, amit néhány napja elkezdtem, és csak végül is nagyon kevés időt szántam rá, tehát tényleg talán perceket, így a néhány nap alatt, bár ilyenkor nem igazán érzékelem az időt. De szóval hogy azt mondtam, és próbáltam átérezni, hogy ugye fény vagyok, szeretet vagyok, és én irányítom a testet. Tehát érdekes, hogy ez a kettősség, ez ami nekem legtöbbet segített, most legalábbis az elmúlt néhány napban. Megdöbbentő a számomra, hogy nem foglalkoztam ezzel többet, de hát ugye biztos azért, vagy hát tudom, hogy azért, mert megijedt az elmém, az egóm, hogy az emberi lelkem, hogy hát ez itt a vég. Fel fogunk ébredni, fel fogok ébredni, és akkor vagy hát ébren fogok maradni, és akkor ugye neki vége van. Úgymond, tehát az emberi léleknek úgy értve, hogy vége van, hogy nem ő fog uralkodni, vagy hogy mondjam ezt. Tehát nagyon remélem, hogy nem ért félre senki, de biztos lesz, aki fél, hogy hát van, aki félreért, mert hát eddig is ezt tapasztaltam. Na mindegy. De hát ezt meg is értem, mert hogyha valaki nem tapasztalt semmi ilyesmit, akkor most neki ez tényleg valami érthetetlen dolog, és még rosszabb esetben meg félreérti. Szóval itt az van, hogy ugye a test, lélek,
Tehát ugye van a test, van a lélek, meg van az, aki vagy. És ha engem kérdeznél, hogy ez a három, ez hogy függ össze, vagy mi ez, akkor én azt mondom, hogy aki vagy, az egy teljes energia, egy tökéletes fénylény, teljes szeretet, valódi szeretet. Úgy is mondhatod, hogy Isten. Csak itt most mondjuk nem a végtelen Istenre gondolok, hanem hogy mint egy fénylény. Tehát, hogyha most látnál magad előtt egy emberi alakot, amely ugyanolyan fényből áll, mint mondjuk a nap. Tehát egy ilyen vakítóan fehér fénylénnyel találkoznál most így az utcán vagy otthon. És hát voltak is, akik ugye találkoztak, és hát ilyeneket, meg ehhez hasonlókat neveztek el isteneknek az ókorban. Meg hát igazából nagyon sok mindenkit, aki nem is fénylény volt, csak hát ugye, tehát emberi teste volt, vagy olyasmi, és hát ugye sokkal többre volt képes, mint ők, és ezeket nevezték el mindenféle néven, például isteneknek. Na, szóval, hogy te ilyen vagy, ez vagy, és ugye a lélek az ennek csak részenergiája, részenergia halmaza. Ezt kifejtettem abban a videómban. Nem az a teljes igazság, de úgy könnyű megérteni. Úgy könnyebb megérteni, de hát mondjuk lehet, hogy valaki még úgy se érti, úgyhogy hát a teljes igazságot azt szerintem nem is tudom, hogy el lehet-e egyáltalán mondani, hogy szavakba lehet elfoglalni. Egyesek szerint nem. Csak meg lehet tapasztalni. Na, szóval elmondtam a... Mi is annak a videómnak a címe? Jó régi videóm. Mi a Matrix és mi a valóság? Valami ilyesmi a címe. Ott van a legfontosabb feltöltött videóim videólistámban. Az elsők között. Szóval valami ilyesmi, mi a Matrix és mi a valóság. Na, szóval úgy értem azt, hogy részenergiája, részenergia halmaza, a lélek, ennek a fénylénynek, ami te vagy. És a test is részenergiája, részenergia halmaza, részenergiáiból álló halmaz, energia halmaz. És hogy most az egyiket látod a fizikai szemmel, a másikat meg nem, az csak azért van, mert a fizikai szemmel nyilván a fizikai dolgokat látod. A lelki látásoddal meg a lelki dolgokat. És az is csak egy érzékelés, hogy a fizikai dolgok között lennének olyanok, amik szilárdak. Tehát ez csak egy érzékelés, hogy valamit szilárdnak nevezünk. Az nem olyan, tehát hogy mondjam, mint ahogy Balogh Béla leírta a Végső Valóság című könyvében, azt hiszem, hogy ugye a test számára egy fal, egy téglafal az akadály, azon nem tud átmenni a fizikai test. De a rádióhullám például, vagy a röntgen sugárzás, vagy a rádióaktív sugárzás, az simán átmegy a falon. Várjál, viszont, hogyha készítesz egy réz drótból szőtt hálót, ilyen négyzetrácsosat, ami egy centis kis négyzetek vannak benne, lyukak, ugye azon át tudod dugni a kis ujjadat, tehát az a fizikai tested számára nem akadály, legalábbis a kis ujjad számára nem akadály, viszont a rádióhullám, azt hiszem, nem tud rajta átmenni.
Tehát nem arról van szó, hogy ami fizikai, ami szilárd, az tényleg szilárd, és az egy áthatolhatatlan dolog, vagy hogy mondjam. Nem erről van szó, hanem te a fizikai testedben annak érzékeled. Érted? Ez csak egy érzékelés, de a lelked az simán átmegy. Érted? Az aurád az simán átmegy a falon. Érted? Tehát ez csak az egyik részenergia halmazod, amelyik nem tud átmenni, a másik az simán átmegy. Na. Szóval visszatérve, csak azért mondom el, hogy nekem mi segített, hogy egyrészt ez megmaradjon, hogy ne az legyen, mint 2000 évvel ezelőtt, hogy aztán akkor, bár mondjuk ezt is, ki tudja, mit fognak csinálni ezzel a hanganyaggal később mások, de szóval, hogy most igazából nincs olyan anyagunk, amihez, vagy hát vannak igazából olyan iratok, ugye, amik hitelesek, és tényleg az van bennük elvileg, ami 2000 évvel ezelőtt volt, de hát most ezt honnan tudjuk, hogy tényleg az a hiteles. Hát ezt ugye mondanám, hogy meditáljunk, és akkor ott ugye ki van kapcsolva az elme, akkor meditációban, jó esetben, hogyha jól meditálunk, és akkor kell ezeken meditálni, és akkor kell feltenni a kérdést, vagy akkor visszaemlékezni, hogy mit olvastunk azokban az apokrif iratokban, és akkor teljesen egyértelmű lesz, hogy mi belőle az igazság. Tehát igazából, tehát mi ugye a teljes tudatunkkal tudjuk az igazságot, csak ehhez az elme nem fér hozzá, ugye abban a tudatállapotban, amiben így a mindennapi életben mozgunk. De meditatív állapotban viszont hozzáfér ehhez a teljes tudáshoz, tehát a tudáshoz. Na, szóval, hát ugye egyrészt azért mondok el dolgokat, tapasztalataimat, mit, hogy csinálok, stb. Hogyha valaki szintén ezen az úton szeretne járni, akkor legyen neki egy kis segítség, illetve hogy ne lehessen vita tárgya, hogy most akkor mi történt velem, stb., milyen úton jártam. És ja, igen, szóval akkor most mondom még egyszer, hogy tehát ez nekem legalábbis most az elmúlt napokban nagyon sokat segített, hogy így kihagytam a lelket. Tehát egyrészt kihagytam a lelket ebből a hármasságból, másrészt az, hogy nem csak azt próbáltam érzékelni, hogy fény vagyok, szeretet vagyok, hanem hozzávettem azt, hogy azt a testet, tehát a testet én irányítom. Én a fény, én a szeretet. És ez a kettősség érdekes módon sokkal inkább létrehozta ezt a én tudatot, vagy öntudatot, vagy hogy Magyi úgy mondja, hogy önvaló, tehát ezt a ébrenléthez közeli állapotot. Hát azért ezt még mindig nem nevezzem ébrenlétnek, csak olyasminek. Mindegy, de hát csak nem tudom, pillanatokig, vagy 10 másodperc, vagy nem tudom ezt megítélni, hogy mennyi ideig időre hozta ezt létre, ezt az állapotot. De hát ez is csodálatos volt, és akkor ilyenkor van, hogy eltűnik minden fájdalmam, meg minden lelki problémám is. Mivel hát ugye nem azzal azonosítom magamat, nem a Mátyással, nem a lélekkel, nem azt érzékelem, és hát ugye akkor minden jó. Tehát egy tiszta lélek, hogy így mondjam, annak az boldog. Tehát
Ezt mondjuk főleg a lelki, főleg a reiki által tapasztaltam, meg döbbentem arra rá, hogy itt a földbolygón mindenkinek annyira, de annyira tele van a lelke minden mocsokkal, hogy ezt elképzelni nem tudjátok. Tehát akinek tiszta a lelke, annak fülig ér a szája, és annyira boldog, hogy csak na. És nem csak ideig, óráig, hanem állandóan. Na, befejezem ezt a videót. Csak ennyit akartam mondani, hogy ezek a változások nekem, amik történtek az elmúlt napokban, ezt ennek tulajdonítom, hogy ezt az újfajta meditációt, hát van, aki meditációnak nevezi, alkalmaztam, hogy én a fény, én a szeretet, én irányítom azt a testet,